Zsúfolásig megtelt a Kanizsai Dorottya iskola aulája. A kisebb korosztályok kíváncsian lesték, milyen programokkal rukkolnak elő így farsangtáján a felsős évfolyamosok. Nos, a hatás nem maradt el, hangos kacagás töltötte be szinte minden pillanatban az épületet. A gyerekek kreativitása nem ismert határokat, és a pedagógusok elmondása szerint az elmúlt napok jó eső izgalma hatotta át a mindennapokat. Arról nem is beszélve, hogy ezek a programok jelentősen hozzájárulnak a közösségek megerősödéséhez. Nagyon jó példa volt arra, hogy igenis van a mai fiatalságban is kellő szellem, meg humorosság, meg kitartó erő, meg tudnak tanulni ilyen produkciókat, és nagy átélésre tudják szórakoztatni a szép számú nézőközönséget. Igen, kell hozzá. Kell hozzá olyan pedagógus, aki egy kicsit a gyerekeknek a figyelmét fölkelti, és kaphatók rá, és amint láttuk a produkciókon, valóban megvan a tehetség bennük. Itt a felső tagozaton most ugye most tartjuk a Farsangi Vált, az osztályoknak a nagyobbik fele beöltözött, és valami komoly produkció, főleg a 8-osok, 7-8-osok egy összetett komplet produkcióval álltak, és gyakoroltak be, tehát ez nem akármi feladat. Erre időt kell szánni, kosztümöket, jelmezeket, szerepeket, momentumokat begyakorolni, beletették az energiát becsületesen. Természetesen egy ilyen előadásból a pedagógusok is kiveszik a részüket, hiszen az osztályfőnökök jobb esetben együtt sírnak vagy nevetnek a rájuk bízottakkal. És 4 év közös múlt után nem kellett kérdés, jut-e szerep a búcsúfarsangon az osztályfőnöknek. Hát ezt közösen követtük el, úgyhogy mindenki hozzáadott valamilyen ötletet, és hát az volt a nagy célunk, hogy 8-osok vagyunk, és hogy még egyszer utoljára valami nagy dobás készüljön együtt. Nagyon-nagyon pozitív közösség formáló ereje van az ilyennek. Együtt töltünk időt, nevetünk és bohockodunk, és azt hiszem, hogy erre a sok tanulás mellett nagyon nagy szükség. Látják azt, hogy hogyan ötletelünk, később talán ennek is használt veszük, illetve rendkívüli közösség formáló ereje van, én azt gondolom. És azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amikre 10-20-30 év múlva is nagy szívesen vissza fognak emlékezni. Hiszem, hogy pontosan ezek a pozitív példák azok, ami miatt motiváltak a gyerekek. Az alsó évfolyamosok árgus szemekkel figyelték a nagy produkciókat. Gyaníthatóan nem csupán az ötleteket lesték el, hanem megéreztek valamit abból, hogyan dolgozik egy közös célért, egymásért, egy sokat próbált közösség.